közös szalagátvágás harcbel területén, a településen a Magyar Falu programnak köszönhetően három utcában újították fel az útburkolatot. Az önkormányzat 28 millió forintot nyert a munkákra. Az átadón potál Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a Magyar Falu programnak köszönhetően egyre több kis település válik a korábbinál sokkal vonzóbbá. Hétfőn nem csak harcon, a Bonyhádi választókerület másik két településén is adtak át felújított belterületi útszakaszokat. Kölesden egy több mint 400 méteres forgalmas szakasz meg 15 millió forintból. Ezt a fejlesztést egy belügyminisztériumi pályázat tette lehetővé. Ezek a felvételek pedig már grábócson készültek. A településen a polgármesteri hivatal előtti utat burkolták újra a szakemberek. Erre a munkára a Magyar Falu program adott lehetőséget. A település 12 millió forintot nyert a kormány pályázatán. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője az átadás után Arról beszélt, Grábóca a körzet egyik legszegényebb települése, ezért is tartja különösen nagy jelentőségének az itteni útfejlesztést. Azt gondolom, hogy tényleg jó lenne, hogyha a gazdasági vérkeringésbe és akár a hazai turizmusba jobban be tudnánk ezt a települést kapcsolni. Potáp Árpád János arról is beszélt, hogy a Bonyhádi Választókerületben az elmúlt időszakban az útfejlesztések mellett számos közintézményt újítottak fel. Legyen szó akár a községházákról, orvosi rendelőkről, óvodákról, iskolafejlesztésekről, és Különböző útberuházások, járdaépítések is zajlottak a körzetben. Idén a magyar falu programnak köszönhetően összesen 170 milliárd forintnyi fejlesztésre pályázhatnak a kis települések.